Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 13-án portál nap van. Az azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Van egy kapcsolat, ami földünk és a plejádok között. Ennek mindig van egy gyógyító ereje. Azon kívül kinyílik egy kapu a spirituális területre, vagy az égi hatalomhoz. Megvan a kapcsolat a földünk és az égi hatalom között. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. A téma az, amiről beszámolok ebben a videóban. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy ilyen égi kapu nyílása, egy portálnap, az tulajdonképpen a maja naptárból van, mert ők számították ezt ki. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Január 13-án ennél a portál napnál indul a negyedik hullám, ami 13 napig fog tartani. Ez a hullám azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete az anyagiak terén, vagy egy biztos munkahely, jó családi kapcsolatok, egy stabil otthon és egy stabil párkapcsolat. Ezeket ki tudjuk most építeni ez alatt a hullám alatt. Január 13-a az első nap ebben a negyedik hullámban. Tehát most indíthatunk valamit, ami oda vezet, hogy elérjük a céljainkat, hogy legyen egy stabil párkapcsolat, egy jó munkahely, hogy éljük a hivatásunkat, vagy javuljon az anyagi helyzet. A maja naptárban vannak szimbólumok. Minden nap felett uralkodik egy bizonyos téma. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ott megtaláltok, ha érdekel benneteket ez a maja naptár. Ezen a portál napon, január 13-án indul a negyedik hullám. És ezen a napon Ahau uralkodik, ami lefordítva napot jelent. A nap uralkodik a portál nap felett, és a nap uralkodik az egész négyes hullám felett. Tehát ez az energia érezhető 13 napon keresztül. Amit a nap jelent, hogy megvilágít valamit, megkönnyíti a döntéseket, láthatóvá tesz valamit. Azon kívül jelenti a nyitottságot. Például, hogy a párod nyitottabb lesz tervekről, vagy érzelmekről beszélni. Vagy ha nálad vannak ötletek, akkor a nap megvilágítja ezt a témát, és láthatóvá tesz valamit. Tudni fogod,
mit hogyan kell tenni. A nap jelenti az apukát is, tehát lehetnek apai témák is. Amit a nap még jelent, a szemünket, mert láthatóvá tesz valamit, vagy a szívünket. Ezeknek a portál napoknak mindig van gyógyító ereje. Ezúttal a szem betegségekről van szó, vagy a szív betegségekről. Amit a szív még jelent, mindaz, amit kedvelsz, amit szeretsz. Én a szívünket összehasonlítom egy kincses ládával. Nyisd ki ezt a kincses ládát, tekints bele, figyelj oda azokra a dolgokra vagy személyekre, akit vagy amit szeretsz, és ápold ezeket a témákat, ápold ezeket a kapcsolatokat. Ez erősíti a szívedet, azon kívül boldoggá tesz téged. És ez a szertartás segít abban, hogy mindazt elérd, amit kedvelsz, hogy boldog légy a párkapcsolatban, hogy élhesd a hivatásodat, hogy legyen meg a harmónia a családban, vagy legyenek szép baráti kapcsolatok, hogy jól érezd magad a munkahelyeden. Ápold a szívedet. Nyisd ki ezt a kincses ládát, és vedd észre mindazt, ami fontos számodra. Legyenek ezek a célok, legyen meg a bizalom, a hit, a kitartás, hogy ezeket a célokat elérd. És ez a portál nap segít abban, hogy legyen itt egy új kezdet, hogy elérd a céljaidat, és éld az álmaidat. Erősíti a hitünket is. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!